Ukrajnába látogatott Boris Johnson brit miniszterelnök a függetlenség napja alkalmából. A politikus személyesen jelentette be az ukrán elnöknek egy további 2000 drónból és nyomkövető rakétából álló csomag biztosítását 64 millió euró értékben. A Twitteren azt írta, Ukrajna meg fogja nyerni a háborút. Peter Dickinson, az Atlanti Tanács Ukrajna elemzője azt mondta, Oroszország kiterjesztette hatalmát Ukrajna egyes részein. A háború elején az ország mintegy 8%-át tartották megszállás alatt, ma ez az arány 20% körül van. Ukrajna azonban ellenállónak bizonyult, és sikerült megszilárdítania a nemzetközi támogatást, és az emberek még mindig úgy gondolják, végül ők fognak győzni. A szakértő hozzátette, most már tényleg csak az a kérdés, hogy melyik ország tud tovább kitartani. Közben Joe Biden, amerikai elnök egy 3 milliárd dolláros új csomagot jelentett be, amivel több mint 13,5 milliárd dollárra nőtt az Ukrajnának a konfliktus kezdete óta nyújtott támogatás összege.